Zúgnak a gépek, egymás után esnek le a darabok a szalagról és kerülnek a tárolóba. A Pata József Gépipari Kft. A 2019-es évben 30 éves fennállása óta a legjobb évet zárta. 2020-nak is hasonló lelkesedéssel indultak, azonban a koronavírus járvány a cég életét is jelentősen befolyásolta. Mivel a Kft. Leginkább az autóiparba gyárt, így a járvány kitörésekor több hétre le kellett állítaniuk a termelést. A turizmus mellett azt gondolom az autóipart érintette a legjobban ez a válság. Természetesen nagyon nagy anyagi deficitet okozott ez nekünk, de elsősorban az egy rendkívül rossz érzés volt, amikor ugyan még nem tudtuk, hogy mi is lesz ebből az egész koronavírusból, de azt észleltük, hogy a legnagyobb vevőnk leáll. Még egy kicsit vitt bennünket tovább a tehetetlenség, és még 3 napot dolgoztunk, igazából már raktára, de sajnos azt követően hetekre le kellett állnunk, úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak volt. Közel 2 hónapig álltak a gépek, május 1-én indították újra a gyártást. A cég azonban a nehéz helyzetben is a fejlesztésre fókuszál. A koronavírus miatt kialakult gazdasági helyzetben a kormány is a cégek segítségére sietett a munkahelyek védelmében. Ezzel a lehetőséggel élt a Fajszi Kft. Is, így a bértámogatást és a versenyképesség növelő támogatást is igénybe vették, sikeresen. Ennek köszönhetően közel 100 millió forint támogatásban részesültek, melyet Szijjártó Péter külügyminisztertől vehettek át személyesen. Vásárolunk egy további Fanuc robotot, valamint ebbe a csomagoló csarnokunkba mindkét oldalra teljes hosszában polcrendszert, és szintén bár évek óta dédelgetett álmunk, hogy egy kompakt, lecsévélő, egyengető adagoló rendszert vásárolunk, ami 1 méter feletti acéltekercsek kezelésére is alkalmas. És akkor még, mivel a vevői feltételek, követelmények egyre szigorúbbak, ezért gondoltuk, hogy a jelenlegi 3D-s mérőgép kapacitásunkat kiegészítve egy optikai mérőrendszert is vásárolunk. Úgyhogy ezt a 4 tételt tettük be ebbe a csomagba, amire pályáztunk, és nagy örömünkre szolgált, hogy a múlt hétfőn a külügyminiszter úrtól átvehettük a támogató okiratot. Az új berendezéseket 1 éven belül szerzik majd be és állítják munkába. A gépipari cég jelenleg is fejleszt, ugyanis építés alatt áll az új csomagoló csarnokuk is. A vírus előtti munkarend teljes visszaállítását szeptemberre várják.